Hát sziasztok, üdvözöllek titeket itt újra a csatornámon. Már nagyon rég volt ilyen leülős, hosszabb hangvételű YouTube videó, úgyhogy magamhoz hűen egy ilyen kicsomagolós, unboxing jellegű videó lesz, de talán ilyen még nem is volt konkrétan a csatornámon, ugyanis most konkrétan, szóismétlés, bocsi, ki fogom csomagolni ezt a hatalmas csomagot, ami nem látszik, de majdnem akkora, mint én vagyok. Hát ülve. Ez a csomag az IKEA-ból jött, és kétszer volt itt a futár, először elfelejtette ezt a csomagot is itt ide leadni, de aztán rendes volt és visszajött vele, nem kellett elmennem érte, nem is tudom hova. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt van a csomagom, meg vártalak vele titeket, hogy együtt tudjuk kibontani. Mondtam már, hogy az IKEA-ból rendeltem? Én szerintem utoljára 10 éve voltam úgy az IKEA-ban, hogy ott vásároltam is valamit. Én még soha nem rendeltem házhoz ilyen IKEA-s csomagot, és kinéztem valamit az interneten, és elérhető volt rá a szállítás, de valamiért nem tudtam megrendelni. És nem tudom, hogy ti jártatok-e már hasonlóképpen, mint én. Az történt, hogy elérhető volt a szállítás, viszont te meg akartam volna rendelni, akkor azt írták az oldalon, hogy nem szállítanak az én címemre, nincs raktáron, valami ilyesmi volt. Bejelölgettem, hogy na most itt van raktáron, akkor innen rendelem meg, de nem volt elérhető rá a szállítás. Unokatásom, aki pesti, ő javasolta, hogy reggel próbálja meg, valamelyik reggel, mert akkor nem annyira terhelt a weboldal, vagy esetleg újra van raktáron, vagy nem tudom. És az egyik reggel megpróbáltam, és volt raktáron, mármint volt raktáron amúgy is, de hogy engedélyezte rá a házhoz szállítást is, úgyhogy ilyen plusz 4900, vagy 1490 forintért tudtam házhoz rendelni, de túl sok a duma, bontsuk ki ezt a csomagot, ja, és egyébként gyorsan elmondom, hogy igen, ez a ruhaállvány van benne. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta szerettem volna egy ilyen ruhaállványt. Bevágok ide néhány képet, ami engem inspirált. Néztem egy csomó YouTube videót is, én nagyon szeretem ezeket az outfites, öltözködős YouTube videókat nézni, ahol ugye van egy ruhaállvány, arról leveszik a ruhákat, felhúzzák, videóba bemutatják, és ott mindenkinél, de tényleg kivétel nélkül mindenkinél ezt az IKEA-s ruhaállványt láttam, úgyhogy engem ez meggyőzött teljes mértékben. Egyébként az oldalon is nagyon jó értékelések vannak a ruhaállvánnyal kapcsolatban, úgyhogy keresek itt egy szikét, és vagy egy ollót, nem egy szikét, és ki is bontom veletek együtt. És nem csak ezt rendeltem, hanem még mást is, de megmondom őszintén, annyira izgatott voltam emiatt, hogy már annyira nem is emlékszem, hogy mi mást rendeltem. Ja igen, és ebben a videóban ezt össze fogom szerelni, szerintem a cipőimet fogom rátenni, és egyben megmutatom az őszi-téli cipőkollekciómat, amit egyébként most vásároltam be nagy részt. Tehát az is egy ilyen cipőhol szerűség lesz, mert rájöttem, hogy nagyon sok cipőt rendeltem mostanában, és ezeket nem is mutattam meg sehol, mert nem tudom, valahogy a cipőket az úgy nem jut eszembe megmutatni, hogy most ha veszek egy ruhát, akkor ezt így belerakom egy holba, de a cipő az mindig kimarad, bár a színszélyes videómban volt. Na, nem tudom, hogy ez most ki fog így esni belőle, vagy nem így. Amúgy ez mi? Jaj, nekem. Most megijedtem, hogy valami más csomagot küldenek, mert hirtelen nem tudtam, hogy ez micsoda. De igen, ez a párna. Párna töltelék. Hát ez így csodálatos. Rendeltem 3 darab 50x50-es párna tölteléket, ami ugye csak egy párna töltelék. Húzatot rá nem találtam az IKEA-ban, de azokat egyébként is a H&M-ben szoktam nézni, ott nagyon szépek vannak. Most ott se találtam talán egyet, viszont amiért nem akartam leadni a rendelésemet, el fogok menni majd, és a JYSK-ben megnézem a párna húzatokat, illetve lehet, hogy még a Pepco-ba is elnézek. Van csak ki egyet. Nagyon-nagyon régen vettünk már ilyen szét. Mondjuk van egy-kettő párnahúzatom, ami nincs felhúzva, mert hogy annyira tönkrementek már ezek a párna belsők, hogy nincs elég párnám hozzájuk. Szóval ilyen.
Egyébként az ikás párna párnákról azt érdemes tudni, hogy nem annyira vastagok, viszont nagyon jók és tényleg nagyon sokáig bírják, ilyen 10-15 évig sim. Kicsit így laposak, tehát érdemes egy húzatban mondjuk minimum 2 belerakni, de hogyha régebbi a töltelék és már nagyon ilyen rottyom van, akkor simán 3 is bele lehet tölteni. Mondjuk a párna húzattól magától attól is függ, de hogyha ilyen kis dundi párnát szeretnétek, akkor ajánlom, hogy több párna belsőt vegyetek hozzá. Én most azt hiszem 3 vettem, mert maradtak nekünk, csak ugye önmagában nem annyira volt már így használható. Nézzük is, hogy még mi van itt. Ez ilyen. De jó, begyújtósa. Remélem nem fog rám borulni. Szóval az utóbbi időben ugye nagyon sok cipőt rendeltem, viszont a mi cipős szekrényünk az véges, és nem igazán fér már be a cipőm, így is már csak az én cipőim vannak bent, és az úgy indult, hogy négyünk cipős szekrénye volt, és hát én mindenkit kiszorítottam a családba, arra gondoltam, hogy felszabadítok egy kis helyet, illetve hogy ne csak úgy simán legyenek itt-ott a cipőim. Veszek egy, mi ennek a neve? Hát egy ilyen cipőtároló dobozkát, vagyis nem egyet, hanem konkrétan 4 van egy csomagban, és erre nagyon kíváncsi vagyok. Ezt is ajánlások alapján vettem meg, és volt egy YouTube videó, ahol de jó anyaga van, ahol ezt ajánlották, ilyen rendszerezős videó, és ez tényleg arra is jó, hogy az éppen nem szezonális cipőidet beleted, és betegyed a szekrénybe, vagy a szekrény fölé beted. Szóval, én a kisebbiket rendeltem, mert lemértem, és az alapján az én 40-es cipőimnek simán megfelel. Annyi, hogy mondjuk lehet, hogy egy ilyen hosszabb csizmát nem lehet beletenni, de mutatom, így néz ki, hogy néz ez? Na várjál, ez fura. Ja, hogy úgy. Oké. Tehát az egyik végén van egy ilyen cipzáros rész, amit így be kell cipzározni, és akkor kész is van maga a doboz. És itt elől lehet belerakni a cipőt, és aztán ezt így rá zárni. De gondolom, hogy fordítva. Miért szenvedek én ezzel ennyit? Szóval így néz ki egy kis dobozka. Itt ilyen szellőző nyílása van, és megmondom őszintén, ez jobb, mint amire számítottam. Én arra számítottam, hogy ez úgy önmagában ronda lesz, tehát hogy nem lesz esztétikus. Viszont megmondom őszintén, hogy itt vannak a cipők mellettem, ezekbe a, ugye alapból azokba a dobozokba, amikbe házhoz kaptam, és ezekhez képest sokkal jobb megoldás szerintem. Tehát ugye mostanában például az About You-n tapasztaltam azt, hogy nem küldenek rendes dobozt a cipőknek, tehát alapból nincs doboza a cipőnek, amivel bele tudnám tenni. Ezekhez képest szerintem ez roppant praktikus, főleg azért, mert elől lehet itt lenyitni. Látod is, hogy mi van benne, úgyhogy szerintem ebbe bele is rakok egy cipőt, amit most vettem, és akkor ki tudjuk próbálni, hogy néz ki. A CCC-be szereztem be egy ilyen loafer, nem tudom biztosan. Borzalmas az angol kiejtése. Egy ilyen nagyon minimalista stílusú, világos, bézses, vagy nude, nem is tudom, színű kis cipellő, és ilyen a sarka. Ezt egyébként egy esküvőre vettem meg a ruhámhoz, és olyan cipőt szerettem volna, amit fogok tudni hordani ugye a hétköznapokban is, és ez teljesen olyan. Tehát egy esküvőre is simán felveszi az ember, és a hétköznapokban is. És ez az első loafer típusú cipőm, tehát ilyen még soha nem volt, és nagyon-nagyon kényelmes. Ezt még megtaláljátok egyébként az üzletben, és mindent linkelni fogok a leírásban, ami ebben a videóban van, és ti is meg tudjátok rendelni, hogyha, vagy megnézni, hogyha bármi érdekel. Na és akkor ezt most belerakom. I'm loving it.
íme. Nagyon kényelmesen belefért, pedig ez nem is a legkisebb cipőm. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. Lehet, hogy ebből fogok még 4 darabot rendelni, mert azért valljuk be, 4 darab nem olyan sok, tekintve, hogy mennyi cipőt rendeltem a legutóbbi időszakokban. Na, de akkor térjünk rá a legizgalmasabb dologra. Ja, előtte. Még van itt nekünk 2 darab képkeret, mutatom is, így néz ki. Ezt szerintem gyors ki is bontom, mert lehet fénylik. Aj, majdnem elejtettem. Ezt így kibontottam, és ilyen, de rég éreztem ezt az illatot, ez a tipikus ikás bútorszag. Na, így néz ki ez a kis képkeret, ami egyébként olyan, hogy mi van? Ez nem olyan. Ne szívas! Na jó, most elszomorodtam egy kicsit, mert én azt hittem, hogy ez a másik fajta képkeret, aminek itt van az üvege, itt elől, és lehet bele pakolni, szóval ilyen dobozszerű. Viszont ez úgy van megcsinálva, hogy itt hátul van az üvege, egészen itt hátul, és csak egy képet lehet belerakni, viszont ezt majd még nem megnézem pontosan, hogy én most mit rendeltem, hogy lehet esetleg ezt átalakítani valahogy, de igazából mindegy, mert nem voltam benne biztos, hogy én akarok bele tárgyakat, meg ilyen kis emlékdolgokat pakolni, vagy csak simán képkeretnek használni. A falam borzasztóan csupasz és sivár, most úgy a videó kedvéért néha felrakok 1-2 dolgot, például egy órát, ami egyáltalán nem szokott ott lenni, vagy nincs is más nagyon. Most ebben rögtön rendeltem 2 is, mert önmagában elég uncsi lenne. Rendeltem még más. Belefasszott a csomagba. Ja, igen. Ó, igen, ez egy matracvédő húzat, ami vízálló. Egyébként nagyon hasznos. Én mindenkinek javasolnám, hogy akinek ilyen nagyon drága matraca van, hogy egy ilyen vízálló húzatot tegyetek rá. És a legizgalmasabb dolog a ruha állványom. Arra dőjék. Ennyike az egész, és akkor most minden nekem kell összeszerelni. Jó, nem, ez így nem megy. Szétvágom a dobozt, ez így nem megy. Eddig ott tartok, hogy csak kiszenvedtem a dobozból ezeket a rudakat, és csavar van meg minden. Őszinte vagyok, nem tudom, hogy ezt most én tényleg össze fogom szerelni, vagy megvárom vele a bátyámat, vagy a páromat, hogy segítsen, de rajta vagyok, az ugyan csinálom. Csak nagyon szomjas vagyok. Ó, itt van a kereke, egyébként ez egy ilyen gurulós. Mindenképpen olyat akartam választani, ami gurulós, hogy könnyen tudjam a szobába húzogatni, meg ide-oda terelgetni. Itt vannak hozzá a csavarok, és megkönnyebbültem, mert ezek ilyen, csak ilyen csavarósak, tehát nem kell hozzá semmilyen eszköz, hogy lehet, hogy pillanatok alatt össze tudom szerelni. Mutatnám, így fog kinézni, ha minden igaz. Csak fehérbe. Azt hiszem, hogy a képek alapján elég egyértelmű, hogy hogy kell összeszerelni. Na jó, nézzük. Szóval megvan az alja, ezt lerakom most ide a földre, és folytatom az összeszerelést. Közben felhúztam a szemüvegemet, mert nem látok semmit, rájöttem. Wow! Ez úgy megy, mint a karikacsapás! Az utolsó simítások is. Ja, kész! Jelentem, kész vagyok, ja, közben felhúztam a szemüvegemet, hogy lássak is valamit.
és összeszereltem. Egyébként ez egy állítható ruha állvány, tehát egész magasra is fel lehet azt a részét állítani, és akkor több holmi aláfér, vagy hosszabb ruhák, kabátok is ráférnek simán. Rápakolom az állványra a cipőimet, és közben megmutatom, hogy melyik cipő honnan van. Ja, nézzünk egy ilyen nagyon gyors cipőholt. Szóval erről a Jenny Fairy cipőről, loafer cipőről már beszéltem és megmutattam nektek, ez a CCC-nek a saját márkája, és nagyon kényelmes, úgyhogy ezt ide is teszem a kis állványomra. A következő az egy sportcipő, amit szintén a napokban vettem a CCC-be, és azért vettem meg, mert nagyon jó akció volt rá. Na, ez a cipő pont tegnap este volt rajtam, és esett az eső, úgyhogy egy kicsit koszos már a talpa, de ez potyog nagyon. De ez egy ilyen világos, barna színű kis sportcipő, és nagyon magas a talpa. Nagyon-nagyon kényelmes. Olyan konkrétan, mintha felhőn járnék. Ez nagyon szép, és tetszik a színe is, őszi is, de majd nyáron is fogom tudni hordani. Kényelmes is, van egy talbetét benne. Na, a következő cipő az egy Csizma, és ez az About You-ról van. Ez egy nagyon platformos, tehát egy olyan batár csizmának mondanám. Viszonylag hosszú, talán ez már nem boka csizma, hanem rendes, vagy boka csizmának mondják, ezt még nem tudom. Nekem a csizma az még ennél is hosszabb a szótáramban. Nagyon tetszik a színe, az, hogy a fekete párosul egy ilyen nagyon világos, nude színnel, de nem fehér. Azt talán látszik, hogy a felső rajtam fehér. Ezt nagyon sokan kérdezik, amikor rajtam van, hogy honnan van, mert tényleg nagyon jellegzetes és olyan egyedi csizma szerintem. A következő cipőm is az About You-ról van, ezt még talán nyáron rendeltem, és azért, mert volt rá akció, viszont még most is elérhető szerintem az oldalon. Ez volt az a boka csizma, ami amikor megjött, úgy voltam vele, hogy lehet, hogy visszaküldöm, mert nagyon szokatlan volt, és talán stílusában szokatlan számomra. Egy picit hasonlít, talán hasonlít a western csizmákra, ilyen nagyon messziről megközelítve. És beleszerettem, és még nyáron is volt rajtam, mert annyira megtetszett, és annyira kényelmes, annyira olyan nőies is egyben benne menni. Mert mint maga az, hogy felhúzom, úgy teljesen más, mint így most magába így mutogatva. Úgyhogy ez egy hatalmas nagy kedvenc lett számomra. A színe is olyan, hogy kicsit ilyen kilépés a komfortzónából, mert ezelőtt csak sötét színű cipőim voltak, de tényleg csak fekete, vagy valami nagyon sötét árnyalatú cipőim. Nem mertem magamnak világos cipőt venni, pedig ez nagyon-nagyon könnyen tisztítható, ugye nagyon könnyen lemosható, és tényleg egyáltalán nem koszolódott be, pedig szintén volt rajtam ilyen elsős időben. A következő az egy About You márkájú boka csizma ismételten, mert ugye nincs elég belőle. Az pedig egy ilyen fekete színű. Ez is akciós volt, viszont én nekem az előző évben nagyon megtetszettek azok a boka csizmák, amin itt elő van egy cipzári díszítésként, vagy díszítésképpen, mert úgy funkcióját tekintve sok értelme nincsen. Én mutatom a párját is, szóval így néz ki a kettő kis cipő együtt. Ennek a cipőnek egyébként nincs olyan hatalmas egy platformű talpa, nincs is olyan magas. Ami nekem nagyon tetszik benne az, hogy ilyen kis pufi kabát stílusa van. Én amikor ezt megvettem, akkor már elterveztem, hogy fogok venni hozzá egy kis pufi kabit, ami most nagyon trendi ősszel. Azóta egyébként vettem is egyet, bár nem gondoltam, hogy nem feketébe fogok venni, de ezt most akkor meg is mutatom. Ha követtek TikTokon, akkor már ezzel a kabáttal találkozhattatok az egyik videómba, ami nagyon népszerű lett, ugyanis a párom választ nekem outfitet a Pull and Bear-ből, és azt a ruhadarabot, ami a legjobban tetszett, azt pedig megvásároltam magamnak, és hát a kabát tetszett egyértelműen a legjobban, bár én imádom a kabátokat. Szóval ez egy ilyen bőrhatású puffy jacky, és ilyen nagyon világos, nem teljesen fehér szín, hanem egy ilyen tört fehér. Fel is húzom,
nagyon-nagyon kényelmes, és ami a legdurvább, hogy nagyon meleg. És van neki kapucnia, ami hatalmas pluszpont, ugyanis nekem nagyon sok kabátom van, aminek nincs kapucnia, és ez mindig akkor tűnik föl, amikor ugye kéne, mert kicsit cseperészik az eső. Csepereg az eső. Majdnem elfelejtettem az utolsó cipőt, amit akartam nektek mutatni, az pedig ez a cipő, ami talán a legbotárabb és nagyobb cipőm, ami szerintem nekem valaha is lesz. Ez egy valódi marhabőrből készült cipő. Az összes többi az műbőr volt, ez viszont valódi bőr. Nagyon szép színű. Egyébként a képen az interneten világosabbnak tűnt, de így még talán jobban is tetszik. Ilyen hatalmas nagy talpa van, és tényleg egy kicsit batár, nehéz. Oké, én azt gondoltam, hogy ez a videó rövid lesz, és hamar itt ki fogok csomagolni mindent, és ezt a néhány dolgot megmutatom, mert tényleg az IKEA-ban nem rendeltem olyan izgi dolgokat, meg olyan sok dolgot, viszont így eléggé hosszúra sikerült, hogy most így a cipőimet is megmutattam, sőt nem is mutattam meg az összes cipőmet. Hát remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Egyébként szerettem volna még elnézni a jüszkbe, nem tudom ki, hogy mondja. Mi csak simán jüszknek mondjuk, vagy néha szoktam azt, hogy jüszk, de az olyan furcsán hangzik. Múltkor mondtam valakinek, és nem tudtam, miről beszélek. Jó, szóval gondoltam, hogy oda elnézek, mert szerettem volna fehér ágynemű húzatokat venni, illetve párnahúzatokat szerettem volna, még hátra találok, akár a Pepco-ban. Ja, igen, és erre a kis állványomra szeretnék válfákat venni, ugyanis nekem nincsen normális válfám, mindig amit ingyen adnak a ruhához, azt hazahoztam, és akkor abból van egy csomó, és úgy tudom, hogy a Pepco-ban vannak jók. Na jól van, hogyha ilyesmi videó érdekeltiteket még a jövőben ilyen iszkes, pepkós, akár ilyen vlog jellegű, és akkor utána megmutatom, hogy miket vettem, akkor írjátok meg. Szép napot nektek, sziasztok! I'm telling you that there ain't no other way. Pack your bags and then you will go away.